Kollégák, amikor a Sándor elküldte az impozáns listát, hogy ma kik fognak okos gondolataikkal hozzájárulni az eszmecseréhez, akkor élve azzal a kényelmes lehetőséggel, hogy tetszőleges sapkákat vehetek fel, tehát ez a jó, ha az embernek több munkahelye vagy megbízatása van, akkor arra gondoltam, hogy elsősorban nem egyetemi oktatóként tudományos kérdésekről fogok beszélni, hanem elsősorban ennek a tudományos kérdéskörnek a politikai kontextusba helyezéséről fogok egy pár szót ejteni. Erre szeretne utalni ez a Mire jó alcím is tulajdonképpen. És erről mondanék el néhány gondolatot. Ja, abban én teljesen egyetértek a Sándor bevezető előadásában lévő dologgal, hogy hajlamosak vagyunk ugyanaznak az alapproblémának időnként más nevet adni. Ugye ez lehetséges azért, mert hogy először nem tudtuk megoldani, és azt gondoljuk, hogy ha más címkét adunk rá, akkor második nekifutásra talán sikerül. Vagy egyszerűen csak azért, mert akkor így újra elérhetőek a jelentősebb kutatásfinanszírozó alapok és finanszírozási lehetőségek. Tehát nyilvánvaló, hogy van egy ilyen ciklikus divat hullám, miközben az alapprobléma változatlan. És az egyik ilyen fontos kérdés, hogy vajon valóban a tudományban van-e a hiba? Tehát, hogy az-e a legfőbb probléma, hogy mondjuk a mainstream közgazdaságtan nem ad válaszokat ezekre a kérdésekre, és ezért mindenképpen mondjuk alternatív közgazdaságtani ideákat kell előállítanunk. Vagy egyszerűen csak az a probléma, hogy van egyfajta probléma a tudományos eredményeknek a társadalmi használatában. Tehát, hogy nem, ugye ez, persze ez a normativitásnak a csapdája, ami a társadalomtudományoknak mindig megjelenik, és szegény természettudósok mentesek ettől a lehetőségtől, hogy a tudományos kérdéseket normatív fényben tárgyalják, tehát ugye a fizikus elesek attól a lehetőségtől, hogy miután bemutatta mondjuk azt, hogy a rész vezeti az elektromos áramot, azt a kérdést is felhívja, hogy jó-e, hogy a rész vezeti az elektromos áramot, vagy nem kellene valamit csinálnunk végre, hogy a rész ne vezesse az elektromos áramot. Ez egy tipikus közgazdasági probléma, leírjuk a munkanélküliség jelenségét, de itt nem állunk meg, mert feltesszük azt a kérdést, hogy vajon jó-e, hogy van munkanélküliség, vagy ez rossz dolog, és akkor, hogyha kicsi van, az még jó, de ha sok, akkor már nem, és akkor innentől kezdve ugye elkezdünk gondolkodni, hogy akkor kell-e munkát adni az embereknek, és kinek kell munkát, vagy maguknak az embereknek kell maguknak munkát, és akkor ezen ugye jól tovább lehet fűzni a gondolkodást, csak ugye mindig beleütközünk abba, hogy a társadalom az nem úgy működik, mint ahogy mi gondolkodunk. Az elmúlt időben ugye én sok nemzetközi konferencián voltam, és hát mindegyik konferencián kötelező volt Donald Trump győzelmén szörnyűködni. Tehát ez egy tipikus kötelező eleme a nemzetközi fenntarthatósági konferenciáknak, vagy az eredmény ismerete óta. És ugye ez egy ilyen tipikus alternatív értelmiségi mentalitás, hogyha valamilyen kimenet nem a mi előzetes normatív várakozásunknak megfelelő, akkor rögtön elkezdjük az embereket vádolni. Tehát, hogy ugye valaki nagyon hülye volt, vagy hogy lehettek az emberek ilyen buták, hogy erre az emberre szavaztak, és így tovább. Tehát, hogy az alapvető kérdés itt az, hogy ugye milyen könnyen lehet tudományos eredményeket átvinni a társadalmi együttműködésbe. És ez nem egy egyszerű dolog, mivel tudjuk ugye, hogy van a politikának is egy saját logikája. Tehát tulajdonképpen én négy témaköré csoportosítanám a kis gondolatmenetemet. Az egyik maga a nemzetállapota, tehát én most itt szűkebb fókuszt választanék, tehát itt most a globális problémákról nem beszélnék, ugye én szerintem a szerénység egy fontos dolog, tehát sokszor még egy település problémáját nem tudjuk megoldani, de szívesen elmérkedünk az egész világ állapotáról. Tehát, hogy azt mindenképpen látni kell, hogy ugye
a rendszerváltásnak a legitimitását megadó ígéretében indulunk ki, hogy az életszínvonalunk, bárhogy is mérjük azt, inkább anyagiasan, vagy kevésbé anyagiasan, vagy ugye Ausztriához fog felzárkózni, akkor annak a 11 országos csoportnak az összehasonlításában, akik 1990-ben ugye tervgazdaságúak és szocialista politikai berendezkedések voltak, és ma valamennyien az Európa Unió tagjai Észtországtól Bulgáriáig, ez egy 11 országból álló csoport, akkor például azt látjuk, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye 1990-ben ebben a 11 fős országcsoportban a harmadik volt előről, most pedig a negyedik hátulról. És akkor ezt különböző egyéb kimutatásokban is megnézhetjük, és gyakorlatilag nagyon sok esetben ugyanezt a trendet látjuk, hogyha bár 7% pontot legalábbis a GDP per fő mutatóban hoztunk Ausztrián, de ugye van olyan Kelet-Európában a 11-es fokba tartozó ország, ami 20% pontnál is többet faragott le a különbségéből. Más kérdés, hogy a szlovénok 3% pontot vesztettek 25 év alatt. Igaz, hogy ezzel még mindig 83%-án vannak az átlagos európai életszínvonalnak. És ugyanezt, nem tudom, hogy látta valaki a Tárki Társadalmi Report kötetének a soros kötetét, a 2016-ost, ami októberben jelent meg. Ugye az év legjobb horror kötete címet egész biztosan kiérdemli, bár a kutatók maguk a maguk sajátos viszonylag semleges szociológiai nyelvezetét használják, de az ember nem szívesen szembesül olyan tényekkel, hogy Magyarországon körülbelül a polgárságnak tekinthető része a társadalomnak az mintegy 15%. Hogy a középosztálybeli léthez a medián jövedelemnél többre van szükség. És így tovább. Hogy habár a szegénységnek a definíció szerinti alkalmazásával tudok, hogy Magyarországon nem túl nagy a szegénység, de az anyagi depriváció meg kiemelkedően nagy, és habár kicsi viszonylag az egyenlőtlenség, ez azt jelenti, hogy nálunk a jó útban élőek is tulajdonképpen szegények európai összehasonlításban. Tehát, hogy mindenképpen van egy ilyen kudarcos történet, és ennek egy 25 éven átívelő íve van, tehát hogy persze politikai ízlésből kifolyólag lehet jobban vádolni az egyik politikai csoportot, és kevésbé a másikat, vagy fordítva, de ez mindenképpen valamiféle közös teljesítmény. Tehát azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak valamilyen módon ugye azt a problémát kéne megoldania, és ugye a második elem, amire utaltam, az a politikai valóság, tehát a nemzetállapot, a politikai valóság, hogy gyakorlatilag a politikai döntéshozatal az ugye jellemzően rövid távú. Tehát nem csak az üzleti döntéshozatal lehet szélsőséges rövid távú, hanem a politikai döntéshozatal is ilyen. És aztán egyébként is ebben van egy olyan tendencia, ami nem csak magyar, hanem világjelenség, hogy az ideológiák szerepe csökken a politikában, és egyfajta ilyen bulvár marketing erősödik a politikai világban, ami nyilván olyan fajta magasztos eszméknek, hogy erény, morál, stb. Nyilvánvalóan nem túl sokat használ. Tehát, hogy ezzel a politikai valósággal ütközik ugye a tudománynak az elképzelése arról, hogy tulajdonképpen a társadalomnak hogyan is kellene normálisan működnie. Jó, tehát a fenntartható fejlődés, vagy a fenntarthatóságnak a politikai megjelenése, tehát nem tudományos, hanem a politikai szférában való megjelenésének ugye az alapvető feladata az, hogy ugye valamilyen módon korlátozó elemeket vezessen be a rövid távra orientált döntéshozatalban, és ezáltal valamennyire megpróbálja kényszeríteni a döntéshozókat a hosszú távon következményeknek a figyelembevételére. Tehát nagyjából a praktikus definíció szerint a fenntarthatóság az valami ilyesmi lehet jó. A kérdés az, hogy ez akkor hogyan működhet. Ugye erre van több megoldása a tudománynak, tehát akár a
közgazdaságtudományban, akár a politika tudományban ajánlanak olyan eszközöket, hogy ilyen helyzetek kezelésére mik lehetnek jók, tehát a kormányzattól független nemzeti intézményeknek a létrehozása, tehát ellensúlyok telepítése. És ebből a helyzetből például Magyarország nagyon érdekes helyzetben van, mert hogy világviszonylatban teljesen egyedülálló módon rengeteg ilyet létrehozott. Kezdve az alaptörvénytől, amely szintén világviszonylatban egyedülálló módon egyszerre tartalmaz három nagyon fontos alapelvet, a fenntartható fejlődés elvét, a jövő nemzedékek jogait, a nemzet természet és kulturális örökségéhez és az egészséges környezethez való jogot. És van rengeteg intézmény, ami kvázi ezen az alaptörvényi felhatalmazáson alapulva elvileg tehet valamit. Van országos környezetvédelmi tanács, van nemzeti fenntartható fejlődési tanács, a tanácsadói oldalon, tehát a kormány is kap tanácsot, az országgyűlés is kap tanácsot, van alapvető jogok biztosa, akinek van a jövő nemzedékekért felelős helyettese, sőt, most már ugye a köztársasági elnöknek is van fenntarthatósági igazgatósága, és egyébként is aktív ezen a területen. Most ezek az egyébként nemzetközi szinten példátlan alaptörvényi rendelkezések, vagy intézményi hálózat, az arra elég, hogyha ezek mind összefognak, akkor hosszú hónapok munkájával és az Alkotmánybíróság bevonásával is például megakadályozhatnak olyan már az elejétől fogva nyilvánvalóan abszurd ötleteket, hogy a nemzeti parkok területen lévő földek, tehát mezőgazdasági használatú területeknek a menedzsment jogát azt át kell tenni a Nemzeti Park Igazgatóságtól a föld alaphoz. Tehát, hogy ezt a kormányzati ötletet ezeknek a szervezeteknek nagyon hosszas munkájával sikerült tulajdonképpen ugye, visszarángatni az alkotmányosság keretei közé, és végül az Alkotmánybíróságnak a végső beavatkozására volt szükség. Tehát hiába ezek a rendszerek, ezek nagyon nehezen működtethetők, a politikai döntéshozás középpontjában lévő politikai főhatalom elkötelezettsége nélkül, illetve a másik oldalon széles társadalmi kényszer nélkül. Mert hogy a politikai valóság, amely ez a bulvármarket, tehát hogyha azt gondolnánk, hogy a politika az, hogy milyen ötletszerűen működik, ez nem igaz. A politika közvéleménykutatások alapján működik, körzővel is vonalzóval működik, és az egymásnak látszólag, sokszor ellentmondónak látszó politikai ötletek, ezek mind a többség valami fajta dühének vagy igényének a kielégítésére jönnek létre. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, amikor fenntartható világot szeretnénk látni magunk körül, hogy a politika felső szintje nem elég elkötelezett, vagy a tudományban nincsenek sok esetben kiélelt válaszaink, vagy azt hiszük, hogy nincsenek kiélelt válaszaink, és alternatív válaszokra van szükség, hanem hogy tulajdonképpen ez a gondolatok, vagy ezek az ismeretek az egyénnek a reakcióiból, beidegződéseiből tulajdonképpen hiányoznak. Vagy legalábbis olyan mértékben hiányoznak, hogy a politikán ezt nem tudják átvinni, vagy nem tudják kikényszeríteni. Úgyhogy ezért aztán természetesen az értelmiségi vitákban is nagyon sok a frusztráció, mert hogy ugye nagyon sokszor ugye a társadalom tagjai húzzák keresztül a számításunkat, de azért mi értelmiségeik is tudunk megfelelő ellenségeket képezni magunknak a multinacionális vállalatoktól kezdve sok mindenit, és akkor ezeket az előzetes elképzeléseinket aztán nagyon sokszor akkor is ráhúzzuk bizonyos tényekre, hát esetleg a tények nem feltétlenül ezt igazolnák, és akkor például lelkesen ünnepeljük Pikettit anélkül, hogy megnéztük volna, hogy az ő könyvében milyen módszertani hibák vannak. Tehát, hogy ezt nagyon ügyesen tudjuk csinálni, hogy olyan módszertani trükköket alkalmazunk, hogy a végeredmény az alapadatokból mindenképpen, ami előzetes elvárásunknak megfelelő legyen.
Tehát, hogy, és akkor persze bele is szorulunk valamiféle ilyen gettóba, amit saját magunknak készítünk, és azon belül szörnyűködünk, hogy a társadalom nem úgy akar működni, ahogy mi egyébként az íróasztalnál adott esetben elképzeljük. Tehát, hogy ezek a fenntarthatóságnak az alapvető problémája az én nézőpontomból, hogy hiába vannak tudományos elképzelések, azt a valóságban nagyon nehéz átültetni. Tehát az alapvető probléma ebben van. Ugye erre próbálnak aztán különböző szinteken választ adni. Az IPCC egy ilyenfajta ugye, híd akar lenni a tudomány és a politika világa között, illetve ehhez hasonló ENSZ intézmény született még egy, az IPBS vagy IBES magyarosan mondva, ami pedig az ökoszisztéma szolgáltatások és a természeti tőke esetén próbálja ezt a problémát megoldani. Most azért valószínű, hogy az a helyzet, hogy ez sajnos egy széttartó olló. Tehát nekem az az érzésem, tehát hogy ezt persze érdemes lenne kutatni, illetve másnak más érzései lehetnek, tehát hangsúlyozom, hogy semmiféle tényeken nem alapul ez az állításom, hanem az az érzésem, hogy egyébként ez a távolság a politikai döntéshozás és a tudományos eredmények között az növekedett 1992 óta, tehát az első Riói konferencia óta. Valószínűleg azért, és ez is csak egy nagyon előzetes hipotézis, ez sincs vizsgálva, legalábbis általam nincs, hogy gyakorlatilag akkor a politikusok úgy voltak, hogy jé, ez tényleg az emberek mindennapi életét érintő probléma lehet, ezzel érdemes foglalkozni. Egyébként is nagyon szimpatikus leszek, ha megmentem a világot, vagy megmentem a saját nemzetemet. Ez egy jó, ígéretesnek látszó politikai akció. Aztán hazamentek, és elkezdték kiszámolni a költségeket, és sok esetben megrémültek. És ez a lelkesedésnek szerintem egy jelentős gátja azóta. De természetesen a politika ezt a helyzetet is tudta kezelni. A téma már az asztalon volt, tehát lesöpörhetetlen volt. Ugye az, hogy ez a világ vége felé közeledünk, ez ugye abból lehet tudni, hogy fontos társadalmi issú, tehát hogy az emberek fejében vagy érzékelésében benne van, hogy ugye se szeri, se szám azoknak a hollywoodi forgatókönyveknek, amelyek erről szólnak. Tehát, hogy rengeteg olyan filmek sorozat van, ami ilyen fenntarthatósági alapproblémából indul ki. Tehát nyilván ez elsöpörhetetlen, és akkor a politikai megoldás, politikai kezelési mód jelenleg az, hogy együtt aggódunk a nemzettel. Tehát igyekszünk, tehát bevalljuk, hogy mi is tudjuk, hogy fenyegető veszélyek vannak, amivel valamit kezdeni kellene, de igazából ennél többre a politika jelenleg nem nagyon képes, mert azt nem nagyon szeretné senki felvállalni, hogy olyan rövid távú költségeket fektessünk be, aminek a hozama, a haszna, az majd valamelyik következő kormányzati ciklusban kezd megjelenni. Tehát, és igazából a kormányzati döntést övező különböző intézmények nagyon nehezen tudnak betüremkedni ebbe a döntéshozatali folyamatba, hogy a saját korlátaikat érvényesítsék. Pedig tulajdonképpen hasznos lenne. Tehát az összes, az elmúlt egy év magyar társadalmi botránya, amikor kiderült, hogy valamiben le vagyunk maradva a PISA-tesztől kezdve, stb. Ugye, ilyen folyamatok vannak, ezek a nemzeti keretstratégiában világosan benne vannak, a keretstratégia előrehaladás jelentésének a kulcs indikátorai ezeket világosan mutatják, ezeket a lemaradásokat vagy az abszolút kívánatostól, vagy pedig a relatív szintektől, de ez semmilyen igazi hatással nem rendelkezik. Tehát tulajdonképpen az alapvető probléma nem az, hogy képesek vagyunk-e jó stratégiát írni. Ez a magyar politikának egy jellemző gyakorlat, hogy írunk valamilyen szakpolitikai stratégiát. Ezekben sokszor nagyon okos dolgok vannak benne, van, amikor ezek a stratégiák egyébként gyengébbek, de akár gyengébb, akár erősebb a stratégia, a fő probléma az lesz,
hogy valójában ezek a stratégiák a döntéseket nem befolyásolják. Ugye ezt a menedzsmentből tudjuk, hogy a vállalatoknál ilyen nincs. Tehát a vállalati stratégiák azok általában érvényesülni szoktak a vállalati döntésekben, legalábbis, hogyha egy vállalat tartósan a piacon akar maradni, vagy sikeres akar lenni. Tehát ilyen szempontból a menedzsmentnek az alapvető igazságai, valahogy makroszinten nem érvényesülnek. Tehát itt van egy lépték probléma, ami kicsiben tulajdonképpen elkerülhetetlen, az nagyban valahogy nem úgy működik, sokszor éppen az ellenkezője tud működni. Jó, tehát ezek az alapvető, ezeket az alapvető problémákat látom, tehát nyilvánvalóan az egyes tudományágakat lehet hova fejleszteni, de az alapvető probléma az, hogy az általunk sokszor joggal kritizált régi tudományos kereteken belül is tulajdonképpen már vannak olyan megoldási javaslatok, amiket ha alkalmaznánk a társadalomban, akkor sokkal előrébb lennénk ebben a fenntarthatósági kérdésben, de ezeket sem használjuk. Tehát ha még jobb tudományos elképzeléseink lesznek, még jobb javaslataink lesznek a politika felé, akkor a fő kérdés az az, hogy ezekből vajon többet használják fel a társadalmi döntéshozatal folyán a politikai közösség, mint ahogy eddig. Köszönöm szépen!